Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Cigándra a Bodrogkő szívébe érkezett lakossági fórumra. Először egy rövid előadást tartott a kormány intézkedéseiről, terveiről és az ellenzék terveiről, majd kötetlenebb formában beszélgettek Hörcsik Rihárddal, a térség országgyűlési képviselőjével. A nagyszámú hallgatóság kérdéseket is intézhetett a pulpituson levőkhöz. A lakossági fórumon felmerült több a közbeszéd tárgyát képző téma, mint a Covid-vakcinák, a határvédelem és a családtámogatási politika. Az én üzenetem, illetve a kormány üzenete mindenki számára az, éljen a legkisebb faluban, vagy éppen a fővárosban, hogy a magyar kormány az minden nap azért dolgozik, hogy a magyar emberek élete az kiszámítható és egyre inkább emelkedő legyen, mindenki előre tudjon lépni egy-egy lépést. És azt hiszem, hogy ezt most már ezeket az erőfeszítéseket az emberek is kezdik érezni a saját bőrükön is. Az például, hogy ebben az évben egy nagyon komoly, az elemzők által is már nagyjából 7% körülire tett gazdasági növekedés várható, vagy akár még egy kicsit magasabb is. Az is mutatja azt, hogy a magyar kormánynak a gazdaságba fektetett forrásai azok jól hasznosulnak és jól térülnek meg. És az a helyes, hogyha ezt a jó hasznosulást, ezt az emberek a saját pénztárcájukon is érzik. Ezért fogjuk jövőre például a fiataloknál 25 év alatt bevezetni az SZIA mentességet, ezért tudunk nyugdíjprémiumot adni az idei évben, ezért tudjuk visszaépíteni a 13. havi nyugdíjat, ezért tudjuk megtartani és folyamatosan bővíteni a családtámogatási kedvezményeket. Tehát szeretnénk, hogyha az emberek, a családok, a fiatalok és az idősek is éreznék ennek itt helyben, de minden más településen is az eredményét. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő szerint a Bodrog közfejlődése is meg fog akadni, ha nem megfelelő kezekbe kerül a politikai hatalom. Jövő tavasszal választásra készülünk. Ahhoz, hogy megfelelő döntés szülessék itt a Bodrog közön is, szükséges, hogy a választópolgárok minden információt birtokoljanak. Ez a mai esti rendezvény az éremnek a második oldalát mutatja meg, mert az első oldalát ugye úgy tünteti föl a baloldal, a mostani ellenzék, hogy minden nagyon szép és nagyon jó lesz, hogyha ők hatalomra kerülnek. Szükséges, hogy megmutassuk azt, hogy valójában kik ők, hiszen alkalmat kaptak arra közel 8 éven keresztül, 2002 és 2010 között, hogy kormányozzák Magyarországot. Csődbe vitték Magyarországot, csődbe vitték a Bodrog közt, Zemplént is. A Cigándi Nagy Dezső művelődési ház teljesen megtelt, ami azt mutatja, hogy az emberek érdeklődnek a közélet és politika iránt, hiszen őket is érint minden döntés.